Változott január 4-től az online számlaadat szolgáltatáshoz kötődő néhány kötelezettség, tájékoztatott a NAV baranyai sajtóreferense. Barlai Krisztina elsőként a nyomtatványon benyújtott bejelentési adatszolgáltatási kötelezettséget említette. Azon adózói kör esetében, akik a nyugta kibocsátási és az adatszolgáltatási kötelezettségüket nem online pénztárgéppel, hanem az ÁFA törvény rendelkezéseinek megfelelő számla kibocsátásával teljesítik, számláikról a havi adatszolgáltatást már nem adatlapon kell teljesíteniük, hanem az online számla felületen a kézi számlarögzítés menüpont alatt tudják elvégezni. Szintén január 4-től megszűnt a számlázó nyomtatványon történő bejelentési kötelezettség a számlázó programot online számlázó rendszert használó adózók körében. Az online számla rendszer újdonságai közé tartozik, hogy az online számla felületen a regisztráció egyes lépéseinél magyarázatok, kiegészítések segítik az adózót, de más is változott. Bővült a kiválasztható vevőt típusok köre a nem ÁFA alany természetes személyekkel. Az ő esetükben a részükre kibocsátott számlán minden esetben fel kell tüntetni a magánszemély nevét és címét. Viszont az online adatszolgáltatásban a nevük és a címük nem szerepelhet. Kizárólag a vevő státusza a kitöltendő rovat. Tájékoztatott telefonon a sajtóreferens. Akinek kérdése van a témában, a NAV ügyfélszolgálatán szintén telefonon tájékoztatást kaphat.